Hello mindenkinek, Erbit vagyok, és újra itt vagyunk Kinszempájjal, vagy Spannerrel, vagy amit mindegy, akartok. Spanner jó lesz. Volt már legalább 50 neve. Szóval itt persze. Vagyunk bele az újabb építkezési felhívás micsodán. Ugye a téma az volt, hogy vasutak, meg egy hullám vasutak. És kezdjük is el ezzel valamelyikkel, tök mindegy, melyikkel kezdjük. Végig be fogjuk mutatni a mapot, aminek nagyon örültem viszont, hogy most elég sokat kaptunk. Kaptunk egy 9-et, ha jól emlékszem. Ami azért nem is volt rossz, viszont el tudtam így ötözni. Lássak meg. Kár, hogy nem lehet feljutni a közelését. Igen, a mappot már próbáltuk, szóval ezért most ez így rögtön. Igen, azért nem megyek rajta végig, mert egyszer beakadtam a föld alá, és nem akarok még egyszer. Jó, szóval remélem tetszett, készítette Nickname. Készítette a Nickname? Na egyébként Makika 2000. Makika A. Makika A. Makika K. Mi? Makika K. Makika A. Táncos bende úz. Jó van. Táncos. Táncézéos bende. Azt a kurva. Szintén a gyereket csak a nevem jelte az meg. Nem szidom, csak mondtam, hogy túlra. Na. Szóval ez lett volna már. Mindjárt jön a második. Na és itt is vagyunk a következő mappa, ami Zsófi épített. Várjál, mindjárt töltöm ezt a nevét. Zsófi 2002. Szia Erbit, próbáld ki. Remélem tetszik. Zsófi 2002 építette a mappot. És van itt egy menő nyúl. Ja, és van itt egy menő nyúl. Szokszukor. Csak meg egy zombi, menjünk zombi. Na, ez is van. Tábla, nem bírom, nem bírom. Ennyi. Láva. Szeretem a láva. Itt vagyok. Láva. Itt vagyok, jövök. És vége, remélem tetszett. Haszántos. Te figyelzel, hogy megviszel, micsodál. Micsodál. Tudom, micsoda. Húzzuk egyet a lábába. Majdnem, én is. Besírok. Mindjárt jön a következő map. És itt is vagyunk a következő mappel. Amit készítette Roli 24 Erdiknek. Köszi. Mi? Tolj már be, légy szíves. Nem. Ezt engem kitol be. Azt figyelted? Betoltam magam azt a kék, hogy ugrottam az éjből. Most nem tudsz utána, hogy ha. Yeah, TNT, hát a boom az... Még azt mondja, hogy kéket az előtt volt. Bebírtam ugrani út közben. What that smile, ez ilyen slime. Slimey. Fuck you, slime. És kezdhetjük újra a pályát. Zsír. Csak most akkor tényleg nincsen. Na jó, hoppá! Jó, nem mindig. Hát ennyi lett volna ez a map. Milyen körbe-körbe. Fasza. Annyira nem, de jó. Nem rossz. Következő mapp. Szar. És köszönjük a következő mappen. Hello Erbit, hullámvasút by Crab and Creeper Boy. Itt van Minecraft. Mi van? Erbit, igen. Úgy hívjuk. Kösz. Ez meg. Elindultál? Itt vagyok meg. Ja. Crab and Creeper Boy. CC. CNC. Mint a TNT. Legyen este. Nézd fel, egy szem 6 óra Minecraft közás után. Aha, nagyon jó. Szép kék. Ja, mint az ég. Ne bajsz meg. Az se baj, ha beszállsz. Tudom. Yeah! Szóval így kiszálltam. Mi? Én is kiszálltam. Az se baj, ha beszállsz. Egyébként a magukat már előre végignéztük.
Erbit pont exe leállt. Á, visszamegyek! És jövök! És mégse! De eljövök! És mégse! Elvagy itt a tűzjátékokkal, az meg. Dolgottam. Hetem észre. Na, ez volt véleményünk szerint az egyik map, ami elég jól nézett ki. De mindjárt jön a következő. Ne. Mármint, hogy nem ami jól nézett ki, hanem egy másik. Ne. Na, fél. Itt vagyunk a következő mappel. Ami véleményünk szerint az egyik legjobb lett. És a legszebb az egészben az, hogy a srác Nachim vagy Nachim 1-2-3-4-5-6 utoljára a kapus izénél az utolsóját érte el, jó, hát nem rangsoroltam, de ugye egy nagyon egyszerű kis, nagyon primitív kaput épített. Mégis a vasútja, vagy ez a hullámvasútja annyira jól sikerült szerintünk, hogy tényleg elég jó lett, és ő lett a második, ő kapta tőlünk a második helyet, legalábbis tőlem biztos, hogy kapta a második helyet. Tőlem is. Szóval készítette Nachim 1-2-3-4-5-6, bocs, hogy a kapu nem lett olyan jó, most ezzel többet dolgozok, remélem tetszeni fog. Hát igen, eléggé tetszett, de hát akkor lássuk is, meg is mutatom nektek, hogy meg is nézzek ide. A mapben még az a jó, hogy rengeteg, hogy ilyen hegyes, sziklás területen megy. Szóval nem az van, hogy flat map, mint az eddigiek, hanem tényleg hegyes, sziklás, és ez szerintem hát ez óriási, és rajtsz. Igen, hát elég lassan tudjuk a mapben. Van ilyen. Viszont lehet nem lenne rossz valamit csinálni vele, mert elég szerint. Nekem betöltöttem a mappet most, jó, elég gyorsan. Szóval a mappben az a speciális szerintem, hogy így ilyen hegyen, árkon, bokron keresztül, fák között, fán keresztül, stb. Ez engem nagyon megfogott, mint ez szerintem nagyon jó. És a végére írom, hogy Erbit. Köszönöm szépen neked, Nachim, vagy Nachim. Mint már mondtuk, véleményünk szerint ez lett a második legjobb map. Bázony. Ja, elég durva. Na, Bír. Hát jelent a következő. És újra itt vagyunk. Szóval, hát azt mondja, hogy olvasunk táblákat. Készítettem Mészáros István, Kavics. Múltkor építette a legjobb lapot a kaputnál. Tedd le a csillét a sínyére, ülj be a csillébe és nem meg a gomba. Indultam. Na. Lássuk. Most már láttuk. És te már kicsit később értékelem. És egy kis nézzétek meg, hogy ilyen. És én is itt jövök, végre sikerült indulnom. Remélem semmi nem megy be az utamba, mint előbb. Ugye a map flat mapre épült, viszont nagyon jól megoldotta azzal, hogy magasabbra építette, ugratók vannak benne, és itt egy óriási hó, egy kígyó, egy ilyen disznófejű kígyó. Disznófejű kígyó. De komolyan olyan a feje, mint az Angry Birds-be a disznó. És hát csak nézzétek meg a mertek kivitelezését, és már akkor rá lehet jönni, hogy ó, hát ez valami gyönyörű lett, és ezzel azért valószínűleg volt munka. A srác nagyon jól tud dolgozni, és tényleg nagyon jól tudja megcsinálni ezt az egész rendszer. Jól össze tudja rakni a napot, és az a lényeg. És hát tényleg nagyon szépen megépített a mertet. Ezért a tényleg szerint ez lett a nyertes, ez a map. És tehát nem azért, mert legalább egy ucok jól nyilván, hogy Erbit,
Azért is. Ja, azért is. Nem, egyébként nem. Hanem tényleg azért, mert jól, szépen összeállítva, szépen meg van építve. És minthogyha adott volna minden egyes zsert. Minthogyha adott volna minden egyes résznek egy saját témát. Például csak nézzétek meg. Ugye, mutatom. Ugye, van itt ez, egy külön egy kígyó. Mit tudom én, annak is egy külön, saját, mint hogyha egy saját története lenne. Ott egy pók, annak is, mint hogyha saját története lenne. Itt a láva meg a víz, jó, hát ez, nem tudom ebből milyen történetet lehet kihozni, de mintha mindennek egy saját története lenne. Itt a gólya, a gombák, akkor ott van a redstone-os izével kirakott ervit, ugye. Mindennek, mint hogyha lenne értelme az egész mappen. És pont ezért véleményem szerint, és tehát természetesen nagyon szépen meg van csinálva, mert ezért ez lett a legjobb, de hát azért még bemutatjuk a többi mappet is, mert az van még egy pár. Na, mindjárt jön a következő map. Na és itt is vagyunk a következő mappel. Üdvözöllek, a mapot készítette Farangs Mordor. Jó szórakozást, az állatok nem tudnak átvenni a sínen. A map peaceful, David. A mapot peaceful, David. Csillag. Ez a map is az így ilyen erdőbe készül, mint láthatok most például a bányában. És elég szép is lett azért, nem? De elég szép persze. Elég szép, jó kivitelezés. Viszont az ötlet is jó. Az ötlet is jó, igen, bányában, bányán keresztül. Jó sok vas van, sírézés közben ki lehet bányászni. Nézd. Akkor Erbittel megláttuk, azt hittük, hogy olyan map lesz, amire gondoltunk, víz alatti. Igen. Elsőnek, hogy megláttam, hogy víz mellett vagyunk, és így lemegy a földbe. Na bazd meg, úristen, víz alatti, kurva jó. És aztán így jön. De elmentünk egy bányában, aztán kijöttünk a földbe. Víz alattinak is örültem volna, mert azok is tudnak lenni. Ezt beszéltük, hogy ez milyen király lenne. Repülök már. Ne elhagyott a... Elhagyott a vasút. Nem, azért beakadt egy helyen, ezt be kellett lukni. Na, oké. Még egy map van. Egy mapet egyébként kihagytunk, ugyanis... Nem találtuk. Nem volt meg. Nem találtuk rajta a vasutat. Egy dzsungelbe kezdtünk, aki felismerőd mapjára, legyen szíves jelentkezzen, és hát tőle sajnáljuk, tényleg nagyon sajnáljuk, de a spawn valahogy rossz helyre került, vagy rossz helyre építetted magát a vasutat. És úgy volt, hogy egy ilyen kicsike kis sziget egy dzsungel közepén, vagy na, pont fordítva, vagy a víz közepén egy dzsungeles sziget, és így semmi, sehol semmi, belementünk egy kicsit a víz fölé is, belenéztünk, de ott sem. Vízbe is. Vízben is néztük, sehol semmit nem találtunk, szóval. Aki ráismer a mapjére, az, hát legyen szíves írjon kommentet, vagy nem tudom, de nem találtuk sehol, tényleg sehol nem volt, el volt leszve, kész vége mindennek, szervusz. Na, ilyen utolsó map. És itt is lennék az utolsó mapnél, amit nem tudom ki készített, de itt Hello, Erbit, nem volt készítette, Zsolt 18, és Dico, vagy Dico. Jó, utat, kösz kell. Meg kell tétni, hogy meg. Nem nyíltam, és akkor bele, és indítom, bazdok. Most, na, elég nyíltam. Egyébként legelsőnek, mint hogy átmentem magam ezt a szokékutat, nem is láttam meg. Hanem aztán így körbe repültem még gyors így a meppel, és így, jó, tehát ott egy szökőkút. Hogy így, lejjön. Megmutott a nevem, Erdész 96. És láttam, elég sokan megfogadták azt a tanácsot, hogy már itt én ugye mondtam a videóban, hogy olyan is lehet, hogy leugratás, meg stb. És azt látom, elég sokan meg is fogadtátok.
Mert hát majdnem minden meccsen volt egy ilyen. Szóval így. De az menő. Ja, menő, de hát akkor is menő. Jó. De a többiek azért nem tudtatták, hogy mit tudtam másodban. Hát igen, nem hangolták össze. De most ilyet építesz, jó, akkor én akkor kicsit másodban. Te olyat építesz, el is vesz. Ja, rohadjál meg, az enyém jobb lesz. Disznó, menj az útból, menj az útból, menj az útból, menj az útból. Parr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 
Na, hát ennyi lett volna, nem fogom rangot sorolni, csak a top 2 lesz. Top 2 lesz, viszont csak, csak az egyes mutatom még egyszer meg. A top 1-et, a legjobbat, amit ugye az a Kavics épített. És mindjárt is megyünk arra a napra. És itt is vagyunk a nyertes meccsen. Ugye, itt a gólya, meg a golyó, meg Erbit, mármint a neve, meg itt vannak a gombák. És szóval ez lett itt a legmenőbb map, a legjobban kinéző, legjobban összerakott. Attól függetlenül, hogy Sheepmapre építette, nagyon szép és összetett pályát épített össze. Szerintem azért ezzel volt is munka bőven. De megérte, megnyerte a e-heti építkezési felhívást. És hát amire úgy vártok, az az, hogy mi a következő téma. A következő téma börtönök. Igen, ez lehet például az Alcatraz, és látom, hogy betörtél. Megnéztem, mi van a gólya gyomrába. Most nem találom a lyukat, gecim. Ja. Na, szóval lehet az tőlem az Alcatraz is, amit megépítetek ugye víz közepére, de viszont ne csak a kísérjét építsétek meg, hanem a belső is jól nézzen ki. Ami a jól kinézzen, azt én úgy értem, hogy börtönök legyenek, hogy azt is megcsinálhat, mármint hogy rácsok, meg minden egyes ilyen legyenek. Az cella. Na azaz, cellák, köszönöm. Szóval legyenek cellák. A külse is jó nézzen ki, szóval azért a külsejét is próbáljátok minél jobban összehozni, azt is figyelni fogom természetesen. Ugye legyenek cellák, legyen, amit akartok, bármit rakatok bele. Csak úgy nézzen ki, mint egy tipikus börtön, olyan sötét hangulata legyen, olyan börtönös. Olyan börtönös, igen, olyan börtönös hangulata legyen az egésznek. Szóval tényleg, hogyha oda úgy bekerülsz, akkor ki akarsz onnan útni, nem szeretnél ott lenni többet. Rácsok, stb. Ez a következő heti téma, amit újra péntekig küldtettek be, július valahanyadika, ne kelljen most megkeresni, hogy lesz akkor. És köszöntöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, lájkot neki, iratkozzatok fel, itt volt velem Spender. Szevasztok! Sziasztok!